Brian Tracy, Szabó Péter Hogyan vezetnek a legjobb vezetők? Fordította Siklósi Viktória Bevezető A verseny elkezdődött Nagy reményekkel minden lehetséges Benjamin Franklin Életünk egyik legnehezebb időszakát éljük üzleti és gazdasági tekintetben. Csak a legtalpra esettebbek képesek a túlélésre. A verseny elkezdődött, és akár szeretnéd, akár nem, te is a részese vagy. Ha nem teszel meg mindent a győzelemért a körülmények ellenére, elfognak söpörni, és felül fognak kerekedni rajtad azok a vállalatok és egyének, akik elkötelezettebbek a győzelem iránt, mint te. Néhány éve a Harvard Egyetemen három olyan gondolatot vetítettek előre, amelyek időszerűek a jelen helyzetben. Az első megállapítás kimondta, hogy több változás lesz az elkövetkező években az üzleti világban, mint azelőtt valaha. A második előrejelzés arra vonatkozott, hogy soha nem látott mértéket fog ölteni a piaci verseny. Harmadszor pedig úgy vélték, hogy a kínálkozó lehetőségek száma is hihetetlenül megugrik. Ám ezek a lehetőségek egészen más jellegűek lesznek, mint amilyenekhez hozzászoktál, és gyorsan kell cselekedned, hogy előnyt faragj magadnak a változásból, ha szeretnél életben maradni és boldogulni a versenyben. Ami azt illeti, ezeket az előrejelzéseket 1952-ben fogalmazták meg, ám ma is legalább annyira időszerűek. Később még egy negyedikkel is kiegészült a sor. Azok, akik nem képesek gyorsan alkalmazkodni napjaink elkerülhetetlen és elháríthatatlan változásaihoz, egy-két éven belül vagy egészen más üzleti területre fognak átállni, vagy egyszerűen kimaradnak az üzleti világból. Charles Darwin így fogalmazott: Nem feltétlenül a legerősebb marad életben. A túlélés sokkal inkább azokra a fajokra jellemző, amelyek a változó körülmények között a leginkább képesek alkalmazkodni. Démon Ranion szavait idézve, a versenyt nem mindig a gyorsak nyerik, és a diadal sem mindig az erőseké, de általában azért célszerű arra fogadni, hogy mégiscsak ők győznek. Egy régi kínai mondás úgy tartja, hogy a krízis szó karaktere megegyezik a lehetőség írás jelével. Ennek az az oka, hogy szinte minden krízis helyzet valamilyen lehetőséget is hordoz magában, persze csak ha fel tudod fedezni. Alapokból jeles. Amikor Vince Lombardi átvette a Green Bay Packers csapatát, megkérdezték, hogy tervezi-e lecserélni a játékosokat, változtatni az edzésen, játékmódon, vagy szándékozik-e bármi újat bevezetni. Így válaszolt: Semmi nem fogok változtatni, egyszerűen csak az alapokat fogjuk tökéletesíteni. A Green Bay Packers csapata évek óta igen gyengén teljesített. A híres első találkozón a csapattal Lombardi felkapott egy labdát, és azt mondta, uraim, ez egy foci labda. Ettől kezdve Lombardi az alapokra koncentrált. Rengeteg olyan gyakorlatot végeztek, amely a gyorsaságukat és a hatékonyságukat növelte. Olyannyira felhozta a csapat a teljesítményét, hogy két szuperból bajnokságon is részt vettek, és futbaledzői történelmet írt. Lombardi módszerével összhangban a nehézségek, krízisek időszakában a sikeres vezetés kulcsa az alapok tökéletes elsajátítása. Ebben a könyvben számtalan olyan bizonyította működő vezetői eszközt, gondolkodásmódbeli és gyakorlati tanácsot találsz, amelyet felsővezetők és cégtulajdonosok alkalmaznak kimagasló eredményességgel a nehéz piaci körülmények és a kiélezett verseny ellenére. Ha elsajátítod, majd átülteted a gyakorlatba ezeket a praktikákat, minden erőfeszítésed maximálisan meg fog térülni. Néha egy egyszerű irányváltoztatás, amelyet a könyvben olvasott szemlélet, ötlet inspirált, elég lehet ahhoz, hogy rövid idő alatt teljesen megváltoztassa üzleti vagy akár magánéletedet. A vezetés hét felelősségi köre hét olyan alapvető feladat van, amelyek bármilyen cég esetében a vezetők kulcsfontosságú felelősségi körébe tartoznak. A hét területen alkalmazott képességeid tízes skálán való értékelése megmutatja személyes kompetenciádat és hozzáadott értékedet a cég szempontjából. Ez a hét terület a következő. Az első vezetői felelősség üzleti célok meghatározása és teljesítése. Az első számú és egyben legjellemzőbb üzleti és vezetői hiba az, hogy a kitűzött értékesítési, fejlődési és bevétel növelési célkitűzések nem teljesülnek, ez pedig legfőképpen a vezető felelőssége. A vállalat céljainak meghatározása és megvalósítása szorosan összefügg a stratégiai és piaci tervezéssel, beleértve azok minden egyes elemét, vagyis a termékeket, szolgáltatásokat, ügyfeleket, produktivitást, promóciót, költségvetést és a versenyképes piaci válaszokat. Ezekről a kritikus tényezőkről a következőkben lesz szó: A második vezetői felelősség. Innováció és piac. Peter Drucker szavait idézve: Egy cég szerepe ügyfeleket teremteni és megtartani. Csupán a folytonos termék, szolgáltatás, folyamat és promóciós módszer fejlesztés segítségével tudnak a vállalatok új ügyfeleket vonzani és megtartani. Bruce Henderson a Boston Consulting Group cégcsoport alapítóját idézve: minden stratégiai tervezés egyúttal piac tervezés is. A harmadik vezetői felelősség probléma megoldás és döntéshozatal. Ez a felelősség olyannyira fontos, hogy egy egész fejezetet szentelünk neki, vagyis a következőkben azokról a probléma megoldó és döntéshozói képességekről lesz szó, amelyek elsajátítása elengedhetetlen ahhoz, hogy hatékony vezetővé válj. Ne feledd, egy megvalósítatlan célkitűzés gyakorlatilag egy megoldatlan problémát jelent. A problémák, nehézségek, elakadások és korlátok jelentik az egyedüli akadályt közted és az üzleti sikeret között. A siker szempontjából ezek elkerülése, megkerülése, áthidalása kulcsfontosságú. A negyedik vezetői felelősség, prioritás meghatározása, és összpontosítás a lényeges feladatokra. Az egyik legfontosabb feladatod a korlátozottan rendelkezésre álló erőforrások, jellemzően a munkaerő és a pénz mozgósítása azokon a területeken, amelyek a leginkább elősegítik a vállalat sikerességét. A kizárólagosság törvénye kimondja, hogy ha egy dologra koncentrálsz, az automatikusan kizárja, hogy bármi másra is figyelni tudj a leginkább korlátozott erőforrásod kétségkívül az idő. Nagyon kevés áll rendelkezésre belőle, gyorsan elmúlik, visszafordíthatatlan és pótolhatatlan. Sikered vagy kudarcod kulcsa abban áll, hogy miként használod fel ezt az erőforrást. Az ötödik vezetői felelősség. Légy példa mások számára. Albert Schweitzer egy írásában így fogalmaz. A példa iskolájában kell az embereket tanítani, hiszen másból nem tanulnak. Munkahelyed, vállalatod általános légkörét az határozza meg, hogy az évek során milyen példát mutatsz jellemben, hozzáállásban, személyiségben, munkamorálban és legfőképpen abban, hogy hogyan bánsz másokkal. A munkamorál nem lentről felfelé, hanem fentről lefelé terjed. Soha nincsenek rossz katonák egy jó hadvezér irányítása alatt. Az egyik legfontosabb kérdés, amelyet érdemes rendszeresen feltenned magadnak, így hangzik: Milyen lenne a vállalatom, ha minden tagja éppen olyan lenne, mint én? Marshall Goldsmith, a Fortune 1000 felső vezetőinek első tanácsadója bebizonyította az évek során, hogy pusztán egyetlen változás egy kulcs szerepet játszó felső vezető viselkedésében sokszoros változást eredményezhet emberek tömegének a viselkedésében. A vezetőknek mindenben úgy kell eljárniuk, mintha minden szem rájuk szegeződne, még akkor is, ha valójában senki nem figyel. A hatodik vezetői felelősség meggyőzni, inspirálni és motiválni másokat, hogy kövessenek téged. Tom Peters azt mondta, hogy a legjobb vezetők nem követőket, hanem vezetőket képeznek. Tény és való, hogy vezetőként az az érdeked, hogy az embereidnek legyenek önálló kezdeményezéseik és szabad kezük azok megvalósítására ám minden kezdeményezésnek összhangban kell lennie azzal, és támogatnia kell azt, amit te, mint vezető, megvalósítani kívánsz. Ha az emberek nem követnek téged, nem vagy vezető. Ha senki nem figyel rád, nem hisz neked, és nem hallgat a szavadra, nem leszel eredményes vezető. Ha az emberek csak azért teszik a dolgukat, hogy a hónap elején megkapják a fizetésüket, a világ legjobb üzleti stratégiája is kudarcba fullad. Ösztönöznöd, bátorítanod kell a többieket, hogy kövessék a víziódat, támogassák és erősítsék a célokat és részcélokat, amelyeket kitűztél, és átvegyék a vállalat hosszú távú elképzeléseit. Manapság ahhoz, hogy elért, hogy kövessenek, többre van szükség, mint vezetésre és iránymutatásra. Elengedhetetlen, hogy elnyerd az embereid bizalmát, tiszteletét és elismerését. Vezetőként ez a kulcsa a hosszú távon fenntartható sikernek. A hetedik vezetői felelősség: teljesítmény és eredményesség. Mindent összevetve, sikered legmeghatározóbb tényezője az, hogy képes vagy-e olyan teljesítményt nyújtani, amilyet elvárnak tőled. A következő fejezetekben olyan egyszerű, bizonyítottan hatásos és gyakorlati módszereket, technikákat mutatunk, amelyeket számos felsővezető és cégtulajdonos alkalmaz világszerte a jobb, gyorsabb és kiszámíthatóbb eredmények érdekében, bármilyen szektorban és gazdasági helyzetben. Minden krízis helyzet lehetőségeket rejt. A hivatásos katonák békéért fohászkodnak, de háborút remélnek. Mit jelent ez a mondás? Azt jelenti, hogy a katonák békéért imádkoznak, mert a háború borzasztó. Bármely értelmes ember békében szeretne élni, beleértve a katonákat is. Azonban egyedül a háború és a nehézségek közepette a harcmezőn lehet valóban kiemelkedő teljesítményt nyújtani, és gyorsan előrelépni. Szívük legmélyén tehát a hivatásos katonák háborút remélnek, mert egyedül így tudják megmutatni rátermettségüket és a bennük rejlő magasabb potenciált. Viktor Frankl, Auschwitz-i túlélő és a logoterápia alapítójának híres szavait idézve, az emberi szabadság utolsó darabja az, hogy minden körülmények között mi választhatjuk meg a hozzáállásunkat. Szerencsére nekünk nem kell ilyen szörnyűségeket átélnünk, de a piac, a gazdasági környezet tőlünk függetlenül változik, amire nem lehet hatásunk. Amire azonban igen, az a saját hozzáállásunk, ahogyan mindenre tekintünk egyszer egy olyan cég felső vezetője, amely 40 os értékesítési visszaesés tapasztalt kevesebb, mint egy év leforgása alatt, és a radikális gazdasági változások közepette kellett fennmaradnia, azt mondta, hogy minden egyes nap megőrizte pozitív hozzáállását. Így fogalmazott. Minden reggel, amikor felkelek, meg kell hoznom egy döntést. Lehetek boldog, vagy lehetek nagyon boldog. Így aztán amellett döntök, hogy ma nagyon boldog leszek, és hagyom, hogy az egész napom ebben a szemléletben teljen, történjék bármi. Te is megválaszthatod a hozzáállásodat, bármilyenek is a körülmények. Dönthetsz úgy, hogy pozitívan, konstruktívan és a jövőbe vetett hittel állsz a dolgokhoz. Minden nehézségre, krízisre lehetőségként tekintesz, amelynek során fejlődhetsz, érettebbé válhatsz, megerősödhetsz, és talán olyan háborús kitüntetésekben is részesülhetsz, amelyek egész karrieredet végig kísérik majd. Üdv a 21. században! Első fejezet Egy vezető szíve. A jellem a nagy pillanatokban nyilvánul meg, de a kicsikben formálódik. Winston Churchill Egy vállalat vagy üzlet sikere vagy bukása elsősorban a vezetésem múlik. Ez a legfontosabb tényező. Elengedhetetlen és nélkülözhetetlen az a képesség, hogy vezetőként előre tud lépni, és a kiélezett verseny ellenére sikerre tud vinni a vállalatodat. Minél jobb vezetővé válsz, annál jobb leszel céged minden területén. Az a jó hírem, hogy a vezetés tanulható, nem kell születni rá. Peter Drucker megfogalmazásában léteznek született vezetők, de olyan kevesen vannak, hogy összességében nem változtatnak a dolgok állásán. A vezetők általában autodidakta módon fejlődnek, válnak vezetővé, Folyamatosan tanulnak és fejlesztik magukat, hogy egyre alkalmasabb és kiválóbb szakember váljék belőlük az évek során. A vezetők általában olyan helyzetben mutatkoznak meg először, amelyik vezetői képességeket kíván. Éveken keresztül végezheti valaki szépen csendben a munkáját és teljesíti a rábízott feladatokat, aztán jön egy válsághelyzet, amely vezetői fellépést kíván. Ekkor előlép és vállalva a felelősséget, megküzd a helyzettel. Más ember lesz belőle, és más szerepet tölt be. Kövesd a szabályt! Norman Schwarzkopf ezredes így emlékszik vissza a Pentagon beli első élményeire. Felettese azt mondta neki, hogy munkája eredményességéhez mindössze arra van szükség, hogy kövesse a 13-as szabályt. Amikor azt kérdezte, mi az a tizenhármas szabály, a parancsnoka így felelt. Ha felelősséget ruháznak rád, vállald a feladatot. Ekkor Schwarzkopf ezredes tovább kérdezett. De miután vállaltam a feladatot, mi alapján hozzam meg a szükséges döntéseket? Egyszerű. Alkalmazd a tizennégyes szabályt. És mi az a tizennégyes szabály? Cselekedj helyesen. Ezek számodra is hasznos gondolatok. Ha felelősséggel ruháznak fel, vállald a feladatot, és ha kétségeid vannak, mit kellene tenned, egyszerűen csak cselekedj helyesen. Ha kétségeid vannak, mindig az igazságot választ, bármibe kerül is. A vezetéshez jellem kell. A vezetés sokkal inkább arról szól, hogy ki vagy, mint arról, hogy mit csinálsz. A képesség, hogy elsajátítsd az eredményes vezető tulajdonságait, megértsd a vezetői feladat lényegét, sokkal nagyobb jelentőséggel bír a sikeres vezetővé válás szempontjából, mint bármely másik tényező. A személyes fejlődés egyik legfontosabb elve így hangzik. Bármi, amivel az idődet töltöd, növekszik, és teret nyer személyiségedben és tapasztalataidban. Napról napra egyre eredményesebb leszel, ha figyelmed és cselekedeteid középpontjában mindvégig az eredményes vezetők tulajdonságai maradnak az évek során. Betáplálod ezeket a tulajdonságokat a személyiségedbe és viselkedésedbe azáltal, hogy folyton ezekre összpontosítasz. Azáltal sajátítod el ezeket a tulajdonságokat, hogy napi személyes és vezetői feladataid elvégzésekor gyakorlod őket. Minél inkább vezetővé válsz belülről, annál eredményesebbek lesznek vezetői tevékenységeid kívülről. Azáltal válhatsz igazán kiváló vezetővé, ha úgy gondolkodsz, mint a legsikeresebb vezetők. A vezetés hét jellemzője több mint három tanulmányt végeztek az elmúlt évek során, hogy megvizsgálják, milyen tulajdonságokkal bírnak a sikeres vezetők. Különös tekintettel a hadvezérekre, akik a hadszintéren esélytelennek látszó helyzetekben és gyorsan változó körülmények között is képesek voltak győzelmet aratni. Ez összecseng a mai piaci helyzettel több mint 50 olyan tulajdonságot állapítottak meg, amelyek a vezetői feladatokhoz szükségesek. Ezek közül hét kiemelkedően fontos. A jó hír az, hogy mind a hét tanulható, gyakorlással és ismétléssel elsajátítható. 1. Vízió A vezető legfontosabb tulajdonsága A vezetőknek vízióik vannak, belelátnak a jövőbe. Egyértelmű és izgalmas elképzelésük van arról, hogy merre tartanak és mit szeretnének elérni. Ez a tulajdonság különbözteti meg őket a menedzserektől és az ügyvezetőktől. Egészen más emberré válik az, akinek van egyértelmű víziója, jövőképe. Vízióval rendelkezni annyit tesz, mint végrehajtó ügyvezetőből átformáló, inspiráló vezetővé válni. Míg egy ügyvezető szem előtt csupán a feladat végrehajtása lebeg, addig egy valódi vezető figyelmet szentel az emberei érzéseinek. A gyors változások és nehéz körülmények időszakában hasznos néha időt kérni. Állítsd meg az órát, lassíts! Szánj egy kis időt arra, hogy átgondold, ki is vagy valójában, milyen értékeket képviselsz, hova tartasz, és milyen jövőt akarsz létrehozni önmagad és a vállalatod számára. Gary Hamel és C.K. Prahaled Competing for the Future verseny a jövőért című könyvükben rávilágítanak, milyen fontos a jövőbeli szándék az üzleti siker érdekében. A könyvben elmagyarázzák, hogy minél egyértelműbb és konkrétabb elképzelésed van arról, hogy milyen jövőt szeretnél megteremteni, annál egyszerűbb meghozni azokat a napi szintű döntéseket, amelyek az elképzelés megvalósítását szolgálják. Vezetőként annak érdekében, hogy nyugodt és összeszedett maradj a hirtelen változások korában, két kérdést kell folyamatosan feltenned magadnak. Az első, hogy mire törekszünk, a másik pedig, hogy hogyan akarjuk elérni. Neked kell játszanod a saját játékodat, és nem hagyhatod, hogy a váratlan kudarcok és nehézségek kiüssenek a nyerekből. Ezt úgy tudod elkerülni, hogy ki kell alakítanod egy egyértelmű víziót magad és a vállalatod számára, majd meg kell osztanod ezt az ideális jövőképet azokkal, akik felnéznek rád és a vezetésedre hagyatkoznak. Víziót kialakítása Kezd az értékeiddel. Mik azok az alapelvek, amelyekben hiszel és amelyekért kiállsz? Melyek azok az alapvető értékek és eszmék, amelyek lelkesítenek és motiválnak? Mely értékek fontosak és jelennek meg céged mindennapi tevékenységeiben? A különbség a vezetők és az átlagemberek között az, hogy a vezetőknek olyan szilárd meggyőződéseik vannak, amelyekből semmilyen körülmények között nem engednek. Az átlagemberek jellemzően homályos vagy nem egyértelmű értékeket követnek, és rövid távú előnyök érdekében hajlandók kompromisszumot kötni. Az általad fontosnak tartott értékek alapján képzeld el a tökéletes jövőt vállalatot számára. Képzeld el, hogy minden szükséges idő, pénz, tudás, tapasztalat, munkaerő és erőforrás, vagyis minden, ami kell, rendelkezésedre áll. Milyen lenne a vállalat? Miután pontosan meghatároztad a számodra fontos értékeket és az ideális jövőképet, Fogalmazd meg vállalatot küldetésnyilatkozatát. A legjobb minőségű termékeket kínáljuk a piacon, ezáltal megkönnyítve az emberek életét. Vagy küldetésünknek tekintjük, hogy az innováció és a vállalkozó szellem jegyében izgalmas termékeket dobjunk piacra. A küldetésnyilatkozat vagy misszió általában nem kapcsolódik konkrét időtávhoz. Ez annak a küldetésnek a meghatározása, amelyet az intézmény, cég, vállalat a jövőben be akar tölteni. Megfogalmazza, hogy mi az intézmény létezésének legfőbb célja, ami elkötelezettséget teremt az intézmény tagjai, munkatársai számára. A cég szerepe kulcsfontosságú. Ez a valódi ok, amiért jelen vagy a piacon a meggyőződés, hogy a cég célja, szerepe fontos és indokolt, segít minden külső probléma és nehézség ellenére kitartani. Ez ösztönzi és inspirálja embereidet arra, hogy még több energiát fektessenek a munkába és további erőfeszítéseket tegyenek. Ahogy Nietzsche mondta, az ember bármit el tud viselni, hát még ha elegendő oka is van rá. Az ok ebben az értelemben a vezetés érzelmi alkotó eleme, és úgy határozzák meg, hogy a vezető és vállalata mit tesz hozzá ügyfelei életéhez és jólétéhez, vagyis miben segítik termékei, szolgáltatásai az emberek életminőségének javulását, munkájuk eredményességét. Végezetül pedig a vezetők célorientáltak. Határoz meg konkrét, mérhető, határidőkkel ellátott célokat, mutatókat, számokat, amelyeket teljesítened kell ahhoz, hogy a jelen állapotából arra a szintre fejlődjön vállalatod, amit kitűztél a jövőre. A konkrét, egyértelmű meghatározás minden esetben elengedhetetlen. A gyorsan bekövetkező változások közepette a jelenlegi kiélezett piaci versenyben leginkább azzal tudott támogatni vállalatodat, hogy biztosított, hogy dolgozói mindvégig nyugodtak, összeszedettek, koncentráltak és jövőbe tekintők tudnak maradni az általad és a vállalat által képviselt értékeket, víziót, küldetést, szerepet és célokat illetően. A kiváló vezetésnek ez a kiinduló pontja. 2. Bátorság. A második közös tulajdonság a vezetőkben. Méltán tekintjük a bátorságot a legfontosabb erénynek, hiszen minden más ezen alapszik. Winston Churchill Douglas MacArthur tábornokot idézve, az életben nem létezik biztonság, csupán lehetőség. A bátorság azt jelenti, hogy hajlandó vagy kockázatot vállalni céljaid elérése érdekében, noha semmi nem garantálja a sikert. Mivel sem az üzleti, sem a magánéletben nem létezik biztonság, bármilyen elköteleződés és bármilyen tevékenység valamiféle kockázatot hordoz magában. Éppen ezért a bátorság egy nagyszerű vezető kívülről legkönnyebben azonosítható jellemvonása. Az igazság az, hogy a bátraké a világ, nem a biztonsági játékosoké. A jövő azoké a vezetőké, akik hajlandók kilépni a komfortzónájukból, és vállalják azokat a kockázatokat, amelyek nélkül a vállalat nem lenne képes fennmaradni és boldogulni bizonyos gazdasági helyzetekben. A merészség olyan intézkedések kezdeményezésére irányuló szándék, amelyekre nincs garancia. Samuel Johnson azt írta, hogy semmiféle próbálkozás sem születne, ha először minden lehetséges kifogást le kellene győzni. Minél több információt gyűjtesz be és véleményt hallgatsz meg, mielőtt meghoznál egy fontos döntést, annál valószínűbb, hogy helyes döntést fogsz hozni. A kockázati tényezőt azonban soha nem tudod kiiktatni, mert az minden helyzetben benne van. A bátorság a győzelem kulcsa nagy Nagyfrigyes, aki híres volt arról, hogy a körülmények és esélyek ellenére is támadást indított ellenségei ellen, mindig ezt kiáltotta: Bátorság, bátorság, mindig csak bátorság. Robert Green a Hatalom 48 törvénye című könyvében a következő gondolattal biztatja olvasóit: Légy mindig bátor és elszánt. Néha a bátorság bajba sodor, de a még több bátorság majd kihúz a csávából. A bátorság és elszántság gyakorlása annyit tesz, mint cselekvésekben gondolkodni. Folyton azon gondolkodj, hogy mit tudsz tenni. Ez gyakorlatilag az úgynevezett folyamatos támadás. Merj lépni, bármilyenek is a körülmények. Ha folyton elszántan és magabiztosan kiállsz és cselekszel céljaid érdekében, az égiek is veled lesznek minél inkább cselekvés orientáltá válsz, annál magabiztosabb leszel, és annál valószínűbb, hogy a megfelelő időben a megfelelő módon fogsz eljárni, és végül győztesen kerülsz ki a helyzetből. Tarts ki! A bátorság egyik lényegi eleme az úgynevezett elszánt türelem, vagyis a képesség, hogy kitarts olyankor is, amikor nem látod a haladást, vagy a dolgok ellenet fordulnak. Minden nagy támadási kísérlet után olyan időszak következik, amelyben lelassulnak az események. Gyakran olyan, mintha semmi nem történne, se győzelem, se vereség. Ebben a holt időben sokan elvesztik lelkesedésüket, és meghátrálnak, visszavonulnak. Vagy ami még rosszabb, félszívvel harcolnak tovább. Ám miután egy bizonyos dolog mellett elkötelezte magát, a vezető minden időben kitart, bármit átvészel, és megy előre ugyanazzal a lendülettel és lelkesedéssel, mint a kezdetekkor. Ennek egyik legnagyszerűbb példája Winston Churchill, akit 1941-ben, a második világháború legsötétebb napjaiban, kabinetjének tagjai igyekeztek meggyőzni, hogy kössön békét Hitlerrel. Churchill erről hallani sem akart. Elmondta híres beszédét, amely a következő felkavaró szavakkal végződött: Soha nem fogjuk feladni. Amikor bizalmasan megkérdezték, miért ennyire hajthatatlan a harc folytatását illetően, annak ellenére, hogy a körülmények meglehetősen kedvezőtlenek, azt felelte: Mert én tanultam a történelemből. A történelem pedig azt mutatja, hogy ha elég sokáig kitartasz, valami mindig történik. Ez a beszélgetés 1941. novemberében történt. 1941. december 7-én a japánok lebombázták Pearl -t. Két héttel később Hitler hadat üzent az Egyesült Államoknak, így az USA és hatalmas ipari ereje Anglia oldalán belépett a háborúba, és megváltoztatta a történelem menetét. A legnagyobb kihívás. A vezetői elszántság legnagyobb próbája abban mutatkozik meg, hogy miként viselkedsz válsághelyzetben. Az egyetlen dolog, ami egy vezető életében szükségszerű és elkerülhetetlen, az a válság. Ez az igazi próba. A képesség, hogy válságos időkben is megfelelően végezd a dolgod, meghatározza céget sikerét vagy bukását. Ezt a képességet nem lehet iskolában tanítani, csak olyan helyzetekben fejlődik ki, amikor valódi krízissel kell szembenézned, és komoly veszteségek érhetnek. Az egyik legfontosabb jellemvonás a vezető higgadsága válsághelyzetben, nem várt változások vagy kudarcok közepette. Amikor ilyen helyzettel áll szemben, vesz egy mély levegőt, és tudatosan lelassul, megnyugszik. Az évek alatt megtanulta, hogy minél higgadtabb marad egy krízis helyzetben, annál jobban tud gondolkodni, mérlegelni és dönteni. A vezetés valódi próba ideje, a válság. Egy válságos időszakban bebizonyíthatod magadnak és bárkinek, aki figyel, hogy legbelül milyen jellem lakozik benned. A válsággal való megküzdés kulcsa abban áll, hogy előre elhatározod, hogy bármi is történik, nyugodt, higgadt maradsz. Előre megfogadod, hogy nem leszel mérges vagy feldúlt. Megszerzed azokat az információkat, amelyekre szükséged van, és megteszed a kellő intézkedéseket. Ez a vezetés igazi mutatója. 3. Fethetetlenség a kiváló emberek és vezetők legjobban tisztelt és becsült jellemzője bármilyen tevékenységi területen. A legsikeresebb kis és nagy vállalatoknál az első számú érték, amelyben a vezetők mind egyetértenek, az a fedhetetlenség. Mindannyian azt vallják, hogy hihetetlenül fontos a teljes őszinteség mindenben, amit csinálsz, kívülről és belülről egyaránt. Néhány éve Amerika egyik leggazdagabb embere, aki egyben egy nagyvállalat elnöke is, a következő kijelentést tette: Nekem úgy tűnik, a fedhetetlenség nem egy különálló érték. Egyszerűen az az érték, amely az összes többit garantálja. Nagy sikerű Winners Never Cheat. A győztesek sosem csalnak című könyvében John Huntsman, aki vegyesipari vállalatát a nulláról egy 12 milliárdos vállalattá fejlesztette, így írt. Sem az üzletben, sem az életben nincsenek egérutak. Alapvetően három fajta ember létezik. A sikertelen, az átmenetileg sikeres, és az, aki sikeressé válik, és az is marad. A különbség a jellemben keresendő. A fedhetetlenség alapja az őszinteség. Ahhoz, hogy fedhetetlenné válj, minden körülmények között igazat kell mondanod mindenkinek. Az őszinteség a bizalom alapköve. A bizalom pedig bármilyen cég vagy vállalkozás sikerének feltétele. Stephen Covey szerint akkor nyerhetjük el mások bizalmát, ha bizalomra méltóvá válunk. Képzeld el, hogy minden, amit teszel vagy mondasz, megjelenik a helyi újságban. Bármi is az ára, mindig mondd el az igazat, mert sokkal nagyobb árat kell majd fizetned, ha nem így teszel. Jack Welch szerint az őszinteség, vagy ahogy ő nevezi, a nyitottság hiánya bármilyen céget képes tönkretenni. A nyitottság hiánya gyakorlatilag blokkolja a jó ötleteket, a gyors cselekvést és a szorgalmas, lelkiismeretes alkalmazottakat. Ez egy gyilkos. A bizalom elnyeréséhez elengedhetetlen, hogy mindig betartsd a szavad. Légy óvatos, amikor megígérsz valamit, de még akkor is, amikor vonakodva teszed. Ha valamit egyszer megígértél, tedd is meg. A személyes hitelesség és fedhetetlenség természetes velejárója a minőségi munka. Aki igazán őszinte magával, szüntelenül arra törekszik, hogy kiváló minőségi munkával szolgálja ügyfeleit. A gyakorlat azt mutatja, hogy azok a sikeres vállalatok, amelyek híresek magas minőségű termékeikről és szolgáltatásaikról, egyúttal a legmagasabb belső erkölcsi normákat is magukénak tudhatják. A valóság elve A General Electric elnökeként Jack Welch interjút adott a Fortune magazinnak, ahol azt kérdezték tőle, mit tart a vezetés legfontosabb elvének. Azt mondta, hogy megítélése szerint a legfontosabb az úgynevezett valóság elve. Welch úgy definiálta ezt az elvet, mint teljes valójában látni a világot, nem úgy tekinteni rá, ahogy látni kívánod. Arról a szokásáról volt híres, hogy amikor belépett egy probléma megoldó ülésre, az volt az első kérdése, hogy mi a valóság? A valóság elve a fedhetetlenség gyakorlati alkalmazása. Őszinteséget és igazságosságot kíván. Az a feltétele, hogy egyértelműen a valós helyzettel foglalkozzunk, tényekre, nem pedig reményekre, óhajokra vagy feltételezésekre alapozva. A felelősség elfogadása A fedhetetlen vezetők felelősségteljesek. Tudomásul veszik, hogy ők a felelősek saját magukért, és azért, hogy olyan teljesítményt nyújtsanak, amire felvették, kinevezték, előléptették őket. A vezetők újra és újra tudatosítják önmagukban, hogy felelős vagyok. A vezetők így vélekednek: Ha ez a helyzet, akkor ez az én felelősségem. A vezetők nem kifogásokat gyártanak, amikor valami nehézség adódik. A kifogások helyett inkább a fejlődésre koncentrálnak. Nem arra fordítják energiáikat, hogy mi történhetett volna, hanem arra, hogy mit lehet tenni a probléma megoldásának érdekében. A vezetők nem okolnak másokat a hibákért, hanem elfogadják, hogy ez bizony az ő felelősségük. 4. Alázat. A vezetők kellő biztonsággal és önbizalommal bírnak ahhoz, hogy elismerjék mások értékeit. Azok a legjobb vezetők, akik erőteljesek és döntésképesek, ugyanakkor alázatosak is az alázat nem gyengeséget vagy önbizalom hiányt jelent. Azt jelenti, hogy elegendő önbizalommal és tudatossággal rendelkezel ahhoz, hogy elismerd mások erősségeit anélkül, hogy fenyegetve éreznéd a pozíciódat. Egyúttal hajlandó vagy beismerni, hogy tévedhetsz, és elismered, ha valami elismerésre méltó. Jim Collins azt írja, hogy a legjobb vezetők nem a tükörbe, hanem az ablakon át nézve nyilvánítják ki elismerésüket a cég sikerességéért. Az alázatosság mindig meghozza gyümölcsét. Larry Bossidi, a Hannibal korábbi vezérigazgatója és a megvalósítás szerzője elmagyarázta, hogyan válhatsz hatékonyabb vezetővé az alázat által. Minél jobban tudod fékezni az egódat, annál reálisabban látod a körülötted lévő problémákat. Megtanulsz figyelni, és belátod, hogy nem tudsz mindenre válaszolni. Olyan hozzáállásra teszel szert ezáltal, hogy bármikor, bárkitől képes leszel tanulni. A büszkeséged nem akadályozza meg, hogy megszerezd azokat az ismereteket, amelyek elengedhetetlenek a legkiválóbb eredményekhez. Nem tart vissza attól, hogy megozd a sikerélményt és az elismerést azokkal, akik valóban megérdemlik az alázat lehetővé teszi, hogy elismerd, ha hibáztál. Bossidi édesanyjától tanulta, mi a különbség az alázat és a gyengeség között. Nem arról van szó, hogy kevesebbet gondolsz magadról, hanem hogy kevesebbet gondolsz magadra. Felejtsd el az egódat, helyette inkább arra koncentrálj, mi a jó a szervezetnek ne hagyd, hogy a magadról alkotott, kiszínezett véleményed megakadályozza, hogy megtaláld a helyes válaszokat és megoldásokat a felmerülő problémákra. Ne félj felismerni és kiaknázni mások erősségeit. Jack Welch azt mondta, hogy mindig is olyan emberekkel akarta körülvenni magát, akik okosabbak nála. Ne gondolt, hogy az alázatosság alássa a tekintélyedet mások előtt. Épp ellenkezőleg, a hanyag arrogancia nem szül bizalmat. Az őszinte alázat igen. New York City korábbi polgármestere Rudy Giuliani írja a Leadership vezetés című könyvében, hogy a vezetők, legyen szó bármilyen pozícióról, ügyvezetőkről, edzőkről, sőt akár átmenetileg kinevezett polgármesterekről is, ki vannak téve annak a veszélynek, hogy tévesen úgy tartják, valamiféle isteni beavatkozás eredményeképpen vannak ott, ahol. Ha vezetővé léptetnek elő, ne gondolt, hogy Isten választott ki erre a szerepre. Éppen ilyenkor kell a leginkább alázatot gyakorolni. Mik a gyengeségeim? Hogyan tudom kiegyenlíteni ezeket? Folyamatos tanulás az alázatos vezetők védjegye az állandó fejlődési szándék. Soha nem hagyják abba a tanulást. Nem gondolják, hogy ők már mindent tudnak, amit tudni lehet, és nincs mit tanulniuk. Petr Riley kosárlabda edző a következőképpen fogalmazott: Ha nem fejlődsz, visszafejlődsz. Charlie Jones üzletember és szóvivő gyakran hangoztatta, hogy két dolog fogja meghatározni, hogy milyen emberré válsz a következő öt évben. Az egyik, hogy milyen emberekkel veszed körbe magad, a másik, hogy milyen könyveket olvasol. Tanulj azoktól, akikkel találkozol és együtt dolgozol. Legalább annyiszor hallgass és figyelj, mint ahányszor beszélsz. És mint bármilyen diák, te se félj felcsapni egy könyvet és tanulni. Zig Ziglert idézve, nem minden olvasó vezető, de minden vezető olvas. Az olvasás olyan az elmének, mint a torna a testnek. Fogad meg még ma, hogy napi 30-60 percet olvasással töltesz. Ez a mennyiség heti egy könyvet jelent, évente nagyjából ötvenet, tíz év alatt pedig ötszázat. Ha rendszeresen olvasol szakirodalmat, tudásod és készségeid fejlesztése érdekében, hamarosan hatalmas helyzeti előnyre teszel szert a kevésbé tájékozott emberekkel szemben. 5. Előrelátás. A vezetők képesek a jövőbe látni, és előrejelezni, mi történhet. A kiváló vezetők jó stratégák. Képesek a jövőbe látni, és valamilyen szinten megjósolni, mi fog történni a szakmában, és hová tart a piac. A vezetők a konkurenciát megelőzve előre látják a folyamatokat, trendeket. Folyton azon gondolkodnak, hogy az alapján, ahogy jelenleg zajlanak az események, merre tart a piac. Jó eséllyel mi fog történni három, hat hónap, egy év, két év múlva. A növekvő verseny miatt kizárólag azok a vezetők és vállalatok tudnak fennmaradni, amelyek képesek pontosan megjósolni a jövőbeli piaci arányokat. Csupán az előrelátó vezetők tudják megszerezni az elsőként cselekvők előnyét. A vezetők kiválóan gyakorolják az általam extrapolált, vagyis logikus következéseken alapuló gondolkodásmódnak nevezett képességet. Pontosan meg tudják jósolni a jelenlegi események alapján, hogy mi fog történni a jövőben helyesen látják, milyen jövőbeli következményekkel járnak döntéseik, cselekedeteik és az aktuális piaci változások. Előrevetítés A vezetők extrapolált gondolkodásmódja és előrelátása az üzlet minden területén alkalmazható. Mit kívánnak, mire van szükségük és miért hajlandók fizetni az ügyfeleid? az aktuális trendek alapján milyen termékek és szolgáltatások fognak teret nyerni a jövőben. A jelenlegi mutatók alapján milyen változásokra lesz szükség a vállalatodnál annak érdekében, hogy biztosítsd, hogy a jövőben is olyan termékeket és szolgáltatásokat tud nyújtani, amelyekre ügyfeleidnek igényük lesz. Az előrelátás egyik fontos eleme, hogy a vezető felismerje, hogy jó eséllyel válsághelyzet közeleg. A vezetők rápillantanak a jövőbe vezető útra, és azt kérdezik, mi történhet, ami akár veszélyeztetheti is a vállalat fennmaradását. A vezetők tisztán és egyértelműen gondolkodnak a jövőről. Pontosan tudják, mit kívánnak megvalósítani a jelenben, és hogy mi történhet, ami megakadályozhatja jövőbeli terveiket. Egyedül a vezetők tudnak felelősségteljesen gondolni a jövőre. Ez az egyik legfontosabb feladatuk. A vállalat semmelyik másik tagjának nem feladata, hogy ilyen szinten foglalkozzon a jövő kérdésével. Minél pontosabban tudják megjósolni tevékenységeik jövőbeli kimenetelét és a piaci változásokat, annál biztosabb a vállalat további eredményessége. Jó eséllyel mi történhet a cég életében a következő hónapokban és években? Ezek közül mi veszélyezteti leginkább a vállalat fennmaradását? Mit tehetsz már mától kezdve, hogy elkerüld a lehető legrosszabb eshetőségeket? Minél több információt gyűjtesz és emberrel konzultálsz, annál pontosabb képet kapsz a jövőbeli kilátásokról. Minél pontosabb a jövőkép, annál jobb döntéseket tudsz hozni annak érdekében, hogy megóvd a vállalatot egy lehetséges válsághelyzettől, továbbá hogy kihasználd az adódó lehetőségeket. Az egyik leghasznosabb eszköz a vezetők számára a jövőbeli válsághelyzetek és lehetőségek előrejelzésére az úgynevezett forgatókönyvtervezés. Hosszú távon problémák, kudarcok és kellemetlen meglepetések sora érheti a céget. A forgatókönyvtervezés segít felmérni, milyen események következhetnek be a jövőben, és segít már most felkészülni az elkövetkezőkre. A forgatókönyvtervezés során felállítasz három vagy négy részletes forgatókönyvet a vállalat és környezete számára a következő 5-10-20 évre. Az évek száma azon múlik, hogy a változások milyen gyorsan érik el a vállalat szektorát. Mindegyik forgatókönyvedet részletesen dolgozd ki. Ne csupán a termékcsalád és a versenytársak legyenek feltüntetve benne, hanem térj ki azokra a környezeti tényezőkre is, amelyek befolyásolhatják a vállalat jövőjét, beleértve például a törvényi szabályozásokat. Miután elkészültél a forgatókönyvekkel, reális, rövid távú lépéseket kell tenned, hogy felkészülj rájuk. Van olyan forgatókönyv, amely szerint egy új versenytárs feltűnhet a piacon, és a tiednél alacsonyabb árakat kínálhat? Amennyiben van, mit kell tenned ma, hogy csökkensd a termékeid árát és növeld az értéküket? A forgatókönyv tervezéssel beazonosíthatod a lehető legkellemetlenebb jövőbeli eseményeket, amelyek befolyásolhatják a vállalat fennmaradását. Ezt követően állíts össze egy tervet, hogyha valamelyik kellemetlen helyzet valóban előáll, már kész stratégiád legyen a kezelésére. 6. Összpontosítás. Egy vezetőnek feltétlenül rendelkeznie kell azzal a képességgel, hogy a személyi és vállalati erőforrásokat és erőfeszítéseket a legfontosabb területekre fókuszálja. A vezetők folyamatosan a vállalat érdekeit és az adott helyzetben felmerülő szükségleteket tartják szem előtt. A vezetők az eredményekre koncentrálnak, arra, hogy mit kell nekik maguknak is teljesíteniük, mit várnak a többi dolgozótól és a vállalattól. A cég erősségeire összpontosítanak, azokra a területekre, amelyeken a cég képes a lehető legmagasabb szinten kielégíteni ügyfelei igényeit a piaci versenyben. Az a képesség, hogy a vállalat élén biztosítani tudod, hogy minden egyes tag arra koncentráljon, ami az ő feladata, és idejét a lehető legértékesebb módon használja fel, kulcsfontosságú a vállalat kimagasló teljesítménye érdekében természetes emberi tulajdonság, hogy otthon és a munkahelyen is hajlamosak vagyunk a lehető legkisebb energiabefektetés mellett dönteni, a kisebb ellenállás felé tartani, a kevésből megpróbálni, minél többet kihozni. Gőte szavait idézve, a legfontosabb dolgok nem múlhatnak a legjelentéktelenebb dolgokon. A vezető feladata a vállalat minden dolgozójának segíteni konkrétan és irányítottan arra a területre fókuszálni, ahol ő a leginkább hozzá tud járulni a vállalat sikeréhez. Természetesen a vezetőnek jó példával kell előjárnia. A vezetőnek példaképpé kell válnia. Ha azt szeretnéd, hogy mindenki a legértékesebb tevékenységére koncentráljon, neked is pontosan ezt kell tenned. A nap minden órájában. Hogyan lehet felismerni, melyek a legfontosabb és legértékesebb feladatköreid? A válasz a te személyes kompetenciádban és a vállalat kompetenciáiban keresendő. Kezdj a személyes kompetenciáiddal. Mi az, amit kimagaslóan jól csinálsz? Mely különleges képességeidnek és készségeidnek köszönhető személyes sikered és eredményességed? Mi az, amit te és egyedül te csinálsz igazán jól, és ha megteszed, valódi változást és eredményeket hozhat a vállalat számára? Melyek a vállalat alapvető kompetenciái? Mi az, amit ez a cég különösen jól csinál? Mi teszi a vállalatot a versenytársaknál eredményesebbé? Melyek azok a területek, ahol a szakma piacvezetőként tartja számon a céget? Mely területeknek kell a jövőben ilyennek lenniük? melyek a legnyereségesebb és legnépszerűbb termékeitek és szolgáltatásaitok? Kik a legjobb és a legproduktívabb embereid? Melyek a legfontosabb piaci területek és a legértékesebb ügyfelek a vállalat számára? Koncentrálj a jövőre! A vezetők meglehetősen megoldáscentrikusak, nem arra törekszenek, hogy bűnbakot vagy felelős találjanak, hanem a lehetséges megoldást kutatják. Azon dolgoznak, hogy azonnal orvosolják a felmerülő helyzetet, és nem arra fordítják az energiájukat, hogy megkeressék, ki a felelős érte. A vezetők a jövőre koncentrálnak, a holnap lehetőségeire, feladataira, nem pedig a tegnap problémáira és nehézségeire. A vezetők nem panaszkodnak, nem kritizálnak mindvégig megtartják pozitív hozzáállásukat, és saját, illetve a vállalat célkitűzéseire összpontosítanak. A higgadság és a tiszta gondolkodás kulcsa abban keresendő, hogy egy pillanatig sem aggódsz vagy idegeskedsz olyan dolgok miatt, amiken nem tudsz változtatni. Hiszen a múltbeli eseményeket már nem lehet módosítani. Ha valami már megtörtént, tegyük fel kiborult a tej, már nem tudsz mit tenni ellene. Ehelyett összpontosítsd értékes mentális és érzelmi energiáidat olyan dolgokra, amelyeken tudsz vagy mások tudnak formálni, ezáltal konstruktívan állhatsz hozzá az aktuális helyzethez, és még ma megoldhatod a problémát. Az aggodalom egyetlen hatásos ellenszere a céltudatos cselekvés. Vezetőként olyannyira bele kell merülnöd a megoldáskeresésbe, jövőtervezésbe, hogy nem maradjon időd azon gondolkodni, mi történt korábban és hogyan lehetett volna elkerülni. 7. Együttműködés A hatékony vezetés elengedhetetlen eleme az eredményes együttműködés másokkal. A siker szempontjából létfontosságú, hogy képes legyél összerántani a csapatot és mindenkit munkára bírni. A vezetés egyúttal az a képesség is, hogy úgy tudsz feladatokat adni másoknak, hogy ők maguk akarjanak neked dolgozni. A 80 per 20-as szabály jelen esetben is alkalmazható. A vállalat eredményének 80%-a az embereid 20%-ának tulajdonítható. A vállalat zöggenőmentes működése érdekében kritikus tényező, hogy ki tud választani ezeket az embereket, és jól tud együttműködni velük. Nyerd el az emberek bizalmát és együttműködési szándékát azáltal, hogy minden egyes nap megfogadod, jól kijössz a kulcsfontosságú munkatársakkal. Amikor egy feladatot el kell végezni, mindig választhatsz, hogy magad csinálod meg, vagy valaki mást kérsz meg rá. Melyiket választod? azzá válsz, amin gondolkodsz. Minden vallás, pszichológiai irányzat és filozófia alapjául a valaha felfedezett legnagyszerűbb gondolat szolgál. Azzá válsz, amin időd legnagyobb részében gondolkodsz. A vezetők gondolatait idejük nagy részében vezetői képességeik és azok napi szintű alkalmazása tölti ki. A vezetőknek egyértelmű elképzelésük van arról, merre tartanak, és ezt a víziót az őket körülvevőknek is át tudják adni. A vezetők elég bátrak ahhoz, hogy kockázatot vállaljanak, előrelépjenek, a siker bizonyítékának hiányában is szembenézzenek a veszélyel. A vezetők éppen úgy viselkednek, és olyan értékeket képviselnek, mint amit a vállalat többi tagjától is elvárnak. Mindenkivel őszintén és egyenesen bánnak. Mindig igazat mondanak és betartják ígéreteiket. A vezetők alázatosak. A körülöttük lévők erősségeit és tudását felhasználva valósítják meg a vállalat célkitűzéseit. Tudják, hogyan kell másokra figyelni és tanulni tőlük. A vezetők előre tekintenek. Folyton a jövőre koncentrálnak, és igyekeznek megjósolni, hogyan fognak alakulni a dolgok. Óvintézkedéseket tesznek, hogy a váratlan változásokra is gyorsan és hatékonyan tudjanak reagálni, és kihasználják az adódó lehetőségeket. A vezetők arra összpontosítanak, ami valóban fontos. Azokra a tevékenységekre fordítják saját és vállalatuk figyelmét és energiáit, amelyek a leginkább számítanak. A vezetők kitűnően működnek együtt másokkal. Környezetük kedveli és tiszteli őket. Mindent megtesznek, hogy jó kapcsolatot ápoljanak azokkal a kulcs szereplőkkel, akiken a vállalat sikere múlik. Meggyőződésük, hogy a munkatársak a vállalat legértékesebb eszközei. A legjobb vállalatok a legjobb vezetőket tudhatják magukénak. A második legjobb vállalatokat a második legjobb vezetők irányítják. A harmadik legjobb vállalatok a jelenlegi nehéz piaci körülmények között sajnálatos módon a hanyatlás útjá járnak. A legtöbb, amit a vállalatért tehetsz, hogy vezetőként vállalod a felelősséget a cég eredményességéért, és bátran haladsz előre. A Voice hangos könyvtár végre elindult Magyarországon, magyar nyelven, ami azért fantasztikus, mert minden olyan idődet ki tudsz használni, ami egyébként nem lenne hasznosítható. Most már az összes könyvem elérhető ebbe a Voice hangos könyvtárban, ami egy hatalmas tudástár, és ezt egész nap hallgathatod, onnantól kezdve, hogy letöltöd ezt az alkalmazást. Ráadásul most egy olyan rendkívül lehetőséget sikerült elérni nektek, aminek segítségével az első hónapban 90%-os kedvezménnyel próbálhatjátok, kihasználhatjátok. Semmi más dolgotok nincsen, itt a linken letöltitek a, a kódot, ezt használjátok fel, és azonnal hallgathatjátok a legújabb könyveket.